Miért vagyok ilyen sötét? Mármint nem mentálisan, nem csak mentálisan. Most egy kicsit a ISO értéken feljebb vettem, mert nagyjából eddig terjednek a képességei. Új év, új én, ugye szoktuk mondani, vagy ahogy én jobban szeretem mondani, új év, új tré. Elkezdünk visszaszokni nagyjából, bejöttünk ide a hűs, meleg 4,5 fokba. Ugye a melegítésnek 150-es golyót fogok pakolászni, ma a terve egyébként a 205 kiló meghódítása. Ez az új év első edzése, hanem elmegyünk valószínűleg Tibi bácsival, és meglátogatunk egy olyan helyet, amit ti írtatok nekem, elég sok, hát meg is jelöltetek egyébként TikTokon, meg privát üzenetet is kaptam, hogy látogassunk el oda. Ez egy olyan hamburgerező, ami most nyílt, szóval nem régen nyílt, és hát egyes emberek szerint a Five Guys-nak a Five Guys gyors ételemláznak a magyar megfelelője. Hát meglátjuk. Ugye ott fogjuk majd a kalóriát visszapótolni. Buta kis játék! Hát akkor én úgy ítélem meg, hogy vége a bemelegítés fázisnak, esünk neki a nagynak. Csej! Csej! Hely! Húj! 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 Kezemben maradt a félgolyó. Ó! Oh, sima! Sima lesz, gyerekek! Ez kell a beigli testemnek! Ezt meg kell kapargatni, gyerekek! Valami nem jó! Nem tudom, mi nem jó, a golyó! Hát keservesen, de fölment. Ezt most szerintem itt fölhagyom. És nagyon alaposan le fogom takarítani. Mert ilyen vastagon, mint a beton, így rajta megkövesedett vaksz, ez kint volt egyébként. Ez egész végig. Ugye sok beigli után nekem ez... Jó ez így. Jó van az így? Jó van az így. Jézusom! Én levezetésnek visszavittem még egyszer, egyébként levettem 140-re, azzal még egy kört mentem, ezt nem láttátok, szóval meg sem történt, ugye? Ami nincs fönn a neten, azt nem hiszük el úgyse. Na, szóval, itt most fölraktam viszont kíváncsiságból 185 kilóra, 180? Na látjátok, ilyen régen emeltem, hogy ma azt is elfelejtettem,
hogy most ez 184 vagy 185. Le kell mérni üresen most, vagy 40 vagy 45 kilós üresen. Azt hiszem, a 180, mindegy, maradjunk köztünk 180, annál könnyebb biztos, hogy nincs. Szóval nevezzük el 180-nak, és ezzel annyit próbálok meg, hogy csak kiállok vele, és megpróbálom mondjuk egy 5 másodpercig tartani. Vagy 3 másodpercig, vagy megpróbálok kiállni vele, maradjunk ennél, jó? Ha ez sikerül, akkor az azt jelenti, hogy a 2024-es év az kurva jó lesz. Tudom, hogy 23 van, de én ezt az évet már most elengedtem a francba, mert nem. Hát akkor még levezetésnek egyébként most nyomogatok még egy kis fekvenyomást, mármint hogy nyomogatok fekve, a fekvenyomást nem lehet nyomni, mert az már alapul nyomás. Viszont itt a lépcsőn 300-ra gondoltam, mert az még terve volt ma a lépcső, viszont hát azért nem tudom, megpróbáljam. Úgyis megfogom én. Úgyis megfogom. Kezdődik a Star Wars, a csillagok háborúja. Károm kész, nem látjátok. Olyan gyönyörű. The prophecy is true. Belső combomban nagyon szétcseszi. Ouchi. Megmutatom a legújabb technikámat, amit én magam fejlesztettem. Én csak úgy hívom, hogy mint a szart technika. Hát ez így nézne ki. Hát akkor, ahogy mondtam, elmegyünk Tibi bácsival és megnézzünk egy olyan helyet, ahol állítólag az ország egyik legjobb hamburgerjét lehet kapni jelenleg. Megnézzük, ez mennyire igaz ez az állítás. Én csak azt remélem, hogy alkoholt nem árulnak. Újjaj, miket beszélek? Na gyertek, nézzük meg! Itt vagyunk a Simon vagy Simon burgerben. Igazából nem tudni mai napig, és itt benn sem adtak felvilágosítást, hogy hogy kell ezt mondani helyettesen, hogy Simon Burger vagy Simon Burger. Hát magyarul Simon Burger, angolul Simon Burger. Nagyon sokan jelöltetek meg egyébként, hogy jöjjök ide kóstolni, kóstoljuk meg, mert többen azt állítják, hogy ez a Five Guys-nak a magyarosított megoldása. Hát mi eljövünk és leteszteljük az összes burgerüket. Itt most nincs menekvés, leteszteljük mindet. Mindet leteszteljük. Előre szólok, hogy itt nincs semmiféle promóció, nincs semmi fizetett dolog, nincs semmi nincs. Ez csak így Tibivel unatkoztunk itt új év után pár nappal, és mondom, valamit kéne falni, és hát miért ne följöttünk megnézni, hogy akkor milyen ez, hogyha leteszteljük mindjárt egy szempillantás alatt a stúdióba fogunk teremni, és ja, várj, még itt vagyok. Bazza, nem működött, Tibi. Nem elment a varázsorom. Próbálunk egy kis Amerikát behozni Magyarországra, ugye az ingyen szószok, meg a Smash Burger által, és igen, a specialt ajánlom mindenkinek, abban van 2 húspogács, a sajta, titkos szósz és áfonyalekvár, és ezért ennyire különleges, mert a szószunkat az áfonyalekvárral specializáltuk, és úgy nagyon-nagyon finom.
Ez az egyedi szószotok, ez valami kegyetlen jó. Na, kíváncsi, várom a hamburgereket. Köszi. Visszatértünk a stúdióba, a hamburgerek sajnos ezt megsínlették kicsit, mert... ez a pesti utat, igen. Most a esztétikát nem pontozzuk, mert sajnos a kocsi... Ez nem így nézett ki, igen, amikor elkészült, az a videón is fog látszani. Utaztak egy másfél órát, hogy miért nem ott tettük meg, annak nagyon egyszerű oka van, mert annyian voltak, hogy nem volt hely. Megálltuk volna az utcán is végül is, de na mindegy, jó van ez így. Jó lesz ez így. Jó van ez így. Mi nem vagyunk válogatósak, egyébként melegnek még melegek, úgyhogy nem is kellett újra melegíteni, viszont azért összenyomódtak ezek egymáson sajnos. Na mindegy, melyikkel kezdjük? Szerintem kezdjük valami, a cheeseburger. Melyik, amiben nincs dupla hús, valami olyannál, nem? Nem tudom, szerintem mindegyikben dupla hús. Itt a kis sajtburger. Nem, nincsen. Megmondom őszintén, hogy a krumpli, tudjátok, én nem vagyok krumplis, nagyon nem. Ez jó. De még eddig, ahol ettem sült krumplit, itt, na, itt jó. Kimondottan jó. Nem szerettette meg velem a sült krumplit, továbbra sem, de amúgy nem rossz. Meg a szószukkal, hú, hogy nagyon jó. Te is nézd valami ilyesmit, nem tudom, hogy melyik lehet ennek a párja. Totálisan egyedi szószok vannak egyébként benne, ez ilyen titkos saját szósz. Ami 20-valány szerintem, vagy ez sajt. Nem tudom, erre. De egy hús van, nem ez lesz, akkor nézd. Hát akkor kóstoljuk meg, mert... esztétikum nem számít. Esztétikum az nem számít. Benne van ez a szósz. Ez nagyon jó. Aha, szerintem is ebből. Kíváncsi vagyok, mennyit fogsz tudni betolni. Mindet. Hát már most érzem, hogy amúgy ez úgy el fog laktatni, mint az állat. Én megveszem mindet. Ott van benne a gomba, itt látjátok. Grillezett gomba. És itt van benne a szósz, ami ez a saját titkos szósz, amit hát nem adtak ki senkinek. Nekünk se pedig rajta voltam. Nagyon jó. Ugye, én csak ízzel tudom hasonlítani. Azokhoz, ahol ettem már ilyen hamburgert, ilyen hamburgerező, gyors étterem, stb. Inkább ezt a gyors étteremi stílust képviselik. Egyébként tényleg finom volt. Azt mondták, hogy van ez a speciál, ami lekváros, képzeljétek el. Látszik is, áfonya lekvár, látszik rajta. És azt mondja, hogy ez a legkelendőbb burgerük, mert igazából ez a specialitásuk. Na, hát akkor egészség. Van benne a másik szószal is, és szerintem azzal összekeveredik, de nem rossz. Még azért ebben már hús is. Azért van mennyiségre. 100 g per hús pogácsa? Azt mondta a srác, nem? Hú, nem tudom, de tartalmas. Ez a szósz mi lehet hallott? Kíváncsi lennék. Ez a dupla sajtos. Azt hiszem, ez a nagy sajtos. Hú, gyerekek, azért kár, hogy nem tudtunk itt frissen enni, mert amikor ez folyik, oda néz a gombát, basszus. Gyogtak a cuccok. Hát én kettő után itt már szuszakok. Igen? Nézem azt a hamburgert, annak az 50% a hús körülbelül. Hogy nincs túlrakva a zöldséggel, meg ilyenek, és... Mi van? Kezd el hagyni az önbizalmad? Melyikre menjem? Nem tudom. Duplára vagy simára? Hát ha nagyon biztos vagy a dolgodban, én rámennek inkább egy duplára. És utána hájkajtanál nagyon csicska vagyok, akkor még egy szimplát ledöngölök, nem? Fordítva szarabb. Melyik? Az egy szimpla sajt nélkül. Ez sajtos szerintem? Nem. Akkor a sajtos tettünk meg elsőre. Én megyek sorba. Kettő az egy csicskulok mi. Nekem ez a saját szósz annyira bejön. Ez a krumpli most egész jól fogy nálam egyébként. Na, abszolút nem. Bejön. Íze miatt tennék egyébként, de lehet, hogy most már nem esne jól így a kis szervezetemnek. Nem tudom a kezdőbe adni ízét. Nekem is három. Na, ne pazaroljál, légy szíves! Az a baj, minél tovább várok, annál inkább nekem is elmegy így a kedvem már, hogy... Ugye ma agyam már jelzett, hogy itt álljak már le. Elég legyen. Elég legyen már. De igazából ez nem challenge, ugye? Most ez nem kihívás végül is. Ez egy kóstolás lett, ha úgy nézzük, meg hát amúgy is, bárhonnan nézzük. Ez egy kóstolós vidi. Hogy ezt nem mennéd meg, abból biztos vagyok. Te most tényleg? Te most triggerelsz engem?
Nyomjatok egy lájkot, hogyha szerintetek se tudnám megenni. Nem, nyomjatok egy lájkot, hogy megeszem. Megeszem, bal. Most már megeszem, de csak azért, mert azt mondod, hogy nem tudom. Szerintem nem tudod megenni. Azt. Ha ezt megeszed, akkor ötöd megettél. Kijött a gyömrikám. Stibiri, stibiri, pop, stibiri, pam, stibiri. Ja. Igazad volt. Köszönöm szépen, ezt jó hallani. Csak igaza lett ennek a szemétnek. Hát nem bírtam megenni. Mármint, hogy ezt a kettőt ezt nagyon, de már amikor kihoztuk, mondtam, hogy súlyra is sok volt. Mm. Hogy... Érződött ma táskában, hogy azért ennek van súlya. Nagyon laktató és nagyon finom. Mm. Kár, hogy tényleg így megaláztuk, hogy így kell ennek a szerencsétlen hamburgernek kinézni, amire ideért. Ja, meg a srácok személyzet. Ennyi? Vége. Tényleg bementünk, egyből felismertek, fotózkodtak, nem amúgy. Kedvesek voltak, segítőkészek, beszélgettünk. Nagyon fiatalos a csapat, tényleg szerintem átlag életkor az alattunk van bőven. Igen, már ott már öregnek éreztem magam én is bent egyébként, hogy a srácokhoz képest. De nagyon jó fejek voltak. Ízre, tartalomra. Meg ha mondjuk A-ba vagy B-be mennyi pénzt kell elköltenem, hogy jól lakjak. Nem jövök ki itt rosszabbul. Hiába drágább, sokkal egyébként a hamburger az alap is, mint mondjuk egy tényleg nagyobb gyorsétteremlánc legegyszerűbb akármilyen sajtburgere. Ez jobban megéri tuti. Kettő ilyet beversz. Ott csinálják előtted, friss alapanyagokból, házi, krumpli az magyar termelőtől van, illetve hát edzések azok folytatódnak, sőt annyira, hogy kicsit jobban ráhasalok most a kőgolyókra. Remélhetőleg, hogy föl is emelem őket, nem csak rájuk hasalok, és úgy maradok. Rövid sortokba fogsz utazni. Minden nap rád érsz egy kőkő. Hát köszönjük, itt voltatok. Szevasztok. Köszönjük, itt voltatok. Szevasztok.